Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Halas Televízió választási műsorát látják. Az önkormányzati képviselőjelölteknek hétfő, szerda, illetve pénteki napokon biztosítunk lehetőséget a bemutatkozásra, valamint a programismertetésre. Így most ma este a 7-es számú választókerület képviselőjelöltjeit vártuk ide a stúdióba. Grosztin Raus Adrien, a Mi Hazánk mozgalom képviselőjelöltje is indul ebben a választókerületben. Ő azonban nincs itt a stúdióban. Szabad Istvántól, a halasi szervezet vezetőjétől azt a tájékoztatást kaptam, hogy haláleset történt a családban, és nincs olyan lelki állapotban a képviselőjelölt, hogy részt vegyen ebben a bemutatkozó műsorban. Kerekes Erik függetlenként szeretne önkormányzati képviselő lenni a 7-es számú választókerületben. Ő délelőtt telefonon jelezte, hogy nem vesz részt, nem kíván részt venni ebben a bemutatkozásban. Itt van a stúdióban Kollár Tíme, a Mindenki Magyarországa mozgalom képviselőjelöltje. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm a Halas TV kedves nézőit, minden kedves kiskunhalasi választópolgárt. Köszönöm, rögtön a bemutatkozási lehetőség is meglesz, és itt van velünk Vince Attila, a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, és csokolom! Egy rövid kis bevezető, 8-8 perc áll rendelkezésükre, hogy bemutatkozzanak, illetve elmondják programjukat. Időmérés történik, és 10 másodpercnél, amikor elfogyott az idő, egy hangjelzést hallunk, majd 5-4-3-2-1-ről szintén hangjelzés fog bennünket értesíteni, és ekkor meg kell, hogy vonjam a szót. 8 percnél áll a számláló, Kollár Tíme, a Mindenki Magyarországa mozgalom képviselőjelöltje. Halljuk a bemutatkozását. Köszönöm szépen. Még egyszer tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm a Halas TV kedves nézőit. És valóban egy nagyon-nagyon nehéz időszak utolsó fázisához értünk. A nehéz időszak mindösszesen abban rejlik, hogy több pártszervezet képviselőjelöltjeként ülök most itt önök előtt, és megpróbálom azt a nehéz feladatot és azt a nehéz elképzelést teljesíteni, hogy ha és amennyiben ez sikerül, az önök képviselőjelöltje legyek abban a választókörzetben, konkrétan a 7-esben, ahol én lakom. Rendezvény és kiállítás szervezőként ténykedem közel 10 éve, amely kapcsán nagyon-nagyon sok településvezetővel, illetve nagyon-nagyon sok emberrel sikerült kontaktot, ismerettséget szereznem, és kapcsolatot kialakítanom, és talán ez a fajta közeli rendszer, közeli ismerettség is indukált egy olyan elképzelést évekkel ezelőtt, hogy amikor bárkinek bármilyen jellegű problémája merült föl, akár a körzetemben, akár a körzetemen túl, megpróbáljak valamiféle, akkor még önkéntes jellegű segítséget biztosítani, nyújtani számukra. És az elmúlt időszak jó pár olyan elképzelése, amelyben egy picit segítőjobbot nyújtottam, akár a lakosok, és majd egy picit később kitérve képviselőjelölt úr felé, az mind abban erősített meg, hogy most meg kellene próbálni ennek a körzetnek a képviseletét, ha és amennyiben az önök bizalma, az önök tisztelete felém irányul. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! 6 perc, 26 másodpercnél állt meg a számláló. Vince Attila, Fidesz-KDNP képviselőjelöltje, önnek is 8 perc áll rendelkezésre. Köszönöm a szót! Tisztelt választópolgárok, szeretettel köszöntöm én is a tévénézőket. 1967-ben születtem Kiskunhalason, apai ágon jászsági származású vagyok, anyai ágon Kiskun. Feleségem Andrea, immár a 30 éve érünk boldog házasságban, és itt megragadnám az alkalmat, hogy megköszönjem neki azt a háttérmunkát, amit biztosított minden egyes nap számomra, hogy meg tudjak felelni, hiszen én vagyok jelenleg a 7-es száma választókerület képviselője. Egy gyermekünk született, Viktor, ő geológusként végzett a Szegedi Tudományegyetemen, jelenleg a MOL dolgozója. Felsőalsó általános iskolába kezdtem a tanulmányaimat, majd a Szilárd János gimnáziumban érettségiztem. Az érettség után bevonultam katonának, utána Kiskunhalasi tüzéptelepen kereskedőként helyezkedtem el, onnan átkerültem a Kiskunhalasi Baromfi feldolgozóhoz, immáron 28 éve, jelenleg a jogutódjánál, a Hunen ZRT-nél dolgozom Mélykúton. A sport az mindig is közel állt hozzám, különösen a labdarúgás, azon kívül a futás, a hosszú távfutás, és 2011-ben megalakítottuk a Sziládi Református Futballklubot többet magammal.
Ez egy nagyon jó kis civil szervezetes sport egyesület, ahol 150 gyermek pallérozódásáért felelek, és 10 edző kollégának a szakmai munkáját felügyelem. Egyelőre köszönöm szépen. Köszönöm szépen, 6 perc, 35 másodperce maradt a következő fordulóra. Kollár Tíme, a Mindenki Magyarországa mozgalom, halljuk és a programját. Köszönöm. És akkor egy picit tekintsünk ki a körzetemen túl a városban. Hiszen, ahogy a korábbi bevezetőmben is említettem, nagyon-nagyon-nagyon sokszor én inkább az utca emberének nevezném magam, mint egy hivatalnoknak, vagy akár egy a szervezésből adódóan egy íróasztal mögött ülőnek, és nagyon sokszor beszélgetek az egyszerű emberekkel, a hétköznapi emberekkel, sőt magam is tapasztalok problémákat. A legkardinálisabbnak, most egy picit kitekintve a körzetemből, a sóstói nádas területnek a problematikáját látom, mégpedig azért csodálatos és minden tiszteletem a szakmai pályázati anyagért, hiszen ott valamikor a közeljövőben majd egy szabadidőközpontnak a létesítése, konstrukciója indul meg. Azonban nyilván, és itt az ökopolitikát is szeretném egy picit kiemelni, ha a nád, az a bizonyos nádas terület nincs ritkítva, nincs rendbetétele megoldva, akkor bizony az élővilágtól, és az élővilágtól pedig a vízelszívással csökken a terület létszáma, azzal együtt pedig csökken a szabadidőközpontnak igazán a kardinális létjogosultsága, amit én azt gondolom, hogy ilyen apró pici dologgal meg lehetne oldani. Azután, ami nagyon-nagyon nagy problémát vélelmez számomra a városban, nincs egy középfokú olyan oktatási levelező tagozatos képzésünk, amelyben azok a fiatalok, illetve azok a későbbi pályakezdők, akik már egy szakmát szereztek, szakmán túl vannak, nem tudnak levelező tagozatos érettségi bizonyítványt szerezni, csak magángimnáziumban. Hogy ennek a megoldására miért nem nyílik lehetőség, ez egy közeljövőben létesítendő feladat. A saját körzetemben nyilván, és bocsánat, egy picit most személyes jellegű lesz, képviselő jelölt úrral néhány hónappal, talán mondhatom egy évvel ezelőtt, mi telefonon már értekeztünk, pont a Kuruc utcában, Kuruc lakótelepen, ahol én lakom. Van egy nagyon-nagyon komoly kardinális útburkolatjavítás, nem magam miatt, hanem nyilván a mögöttem található 250 férőhelyes közintézmény az óvoda miatt. Ez egy nagyon-nagyon kardinális kérdés, valamint ott a lovasszobor környékén szintén egy nagy problémát okoz, amely azt gondolom, hogy talán még egy bűncselekmények otthona is lehet. Nem biztos, hogy nem lenne szerencsés akár egy spotlámpa kihelyezése a lovasszobor környékére, ami elegáns is lenne, de egyúttal egyfajta védelmet is biztosítana az arra sétálók, főleg a késő esti órákban arra járók elők számára. A Kárpát utcai patikáról sokan tájékoztattak, nagyon-nagyon szép és nagyon gyönyörűen van megoldva, viszont nincs egy fogózó, amivel a följelő, a felmenő úgynevezett sétáló részt tudnák az emberek igénybe venni, ami nyilván azért probléma, mert hiába van egy nagyon jó mozgáskorlátozotti terület megoldva, ha nincsen kapaszkodó. Nyilvánvaló, hogy a szemét, illetve a hulladéktemetőknek a problematikája ez óriási gondot jelent, de én azt gondolom, hogy a közeljövő időszaka ennek a megoldási lehetősége is lesz. Látom már, hogy itt a városban több helyütt elindultak közös megállapodások, közös elképzelések, megfelelő hulladékkonténerek létesítésére, de nyilván az elsőkörös információm nekem a Bocskai lakótelepről pontosan az volt, hogy olyan árajánlatok érkeztek, amelyek a lakosok számára nem voltak elfogadhatóak. Továbbá kellene egy picit a lakóépületek, főleg a társasházi lakóingatlanok fejlesztésével foglalkozni, hiszen egy 30-40 éves épületegyüttesről beszélünk. Gondolom, nyilván itt is vannak folyamatban lévő ügyek, de ezeknek a fejlesztését, illetve ebben a konstruktív megoldását szeretném segíteni, ha és amennyiben erre önök részéről bizalmat kapok. Köszönöm szépen, egyelőre ennyi. Köszönöm szépen, 2 perc 34 másodpercnél állt meg a számláló, tehát ennyi ideje van még a program ismertetésre. Vince Attila, Fidesz-KDNP képviselőjelöltje, több mint 6,5 perce van még. Köszönöm a szót, tisztelt választópolgárok, igyekszem röviden és tömören megválaszolni képviselőjelölt hölgy kérdéseit. Az első a kommunikáció, ami fölmerült bennem. A kommunikáció nálam azt jelentette, hogy a megválasztásom utáni időszakban, minden lépcsőházban, minden postafiókban elhelyeztem a telefonszámomat, az elérhetőségemet. Ha valaki
bármilyen kérdéssel megkeresett, abból én építkezni tudtam. Javaslatokat tettek, amiket meg tudtam fogadni, elő tudtam terjeszteni a hatóságok felé. Ebből összesen írásos dokumentáció 130 darab van. Én úgy gondolom, hogy ez a telefon kapcsolat a lakókkal, és utána a személyes kapcsolat, mert a telefonhívások után mindenkit személyesen fölkerestem, jogalapot adott arra, hogy el tudjuk indítani ezeket a hasznos folyamatokat, amit a lakók igényeltek. A másik a közbiztonság kérdése. A közbiztonságot a városunkban több mint 180 kamera segíti elő, mind a mellett az önkormányzatnak nagyon jó kapcsolata van a városi rendőrséggel. A helyi rendészetet felszereltük új autóval, ruházattal, a mezőőrség szintén ugyanígy, és én úgy gondolom, hogy bármilyen kérdéssel fordultak a lakók a rendészethez, azt nagy számban tudták teljesíteni. A harmadik dolog, amire kérném, illetve még arra rátérnék, hogy a körzetünkben van 4 kamera a 180-ból, 2 érintőlegesen. Tehát összesen 6 kamera vigyázza a rendet. És ha visszagondolunk az időbe, és a rendőrkapitány úrnak a beszámolójára, ha visszagondolok egy másodperc elég, akkor jelentősen javult, azt hiszem így fogalmazott a közbiztonság helyzete, mint a körzetben, a 7-es számavászlókeretben, mint a városunkban. A másik kardinális kérdés részemre a köztisztaság. Hálás köszönet a Városgazda ZRT minden dolgozójának, aki a városban dolgozott, tett azért, hogy szépüljön és épüljön városunk. Én amennyiben tudtam, segítettem ezt a tevékenységet. Többször a Teszed mozgalommal, illetve saját szervezésbe körzettakarítást tartottunk. Hálásan köszönöm annak, aki részt vett rajta. Elindítottuk az árkukatároló programot. Itt a jelölt hölgy kérdezte, hogy nem fogadták el a Bocskai utcán a zártárolóját. Tehát 2 darab ajánlat van most már, egy a Kuruc téren, az új típusban, teljesen új típusú, új dizájnú, illetve van egy a város többi részén, a Lehel utcán, Bocskai utcán, Kossuth utcán, illetve a Kurucon 3 és a Bemen 2, tehát összesen 8. Ebből lehet válogatni. Ennek az ajánlatoknak 50%-át vállalja az önkormányzat. A harmadik, amivel adós maradtam, úgy érzem a lakók felé, elsőként került a fitnesspark megépítésre a városba, sajnos nem kerítettük be. Ezt jövőben, hogyha még lehetőségem lesz, akkor orvosolni fogom. Úgyhogy egyelőre köszönöm. Köszönöm szépen, 3 perc 37-nél állt meg a számláló. Kollár Tíme, a Mindenki Magyarországa Mozgalom képviselőjelöltjéje a szó. Köszönöm. Egy gondolattal, mert nagyon rövid az időm, egy gondolattal szeretném reflektálni képviselőjelölt úrnak a gondolatsorait. Igen, köszönöm. A szóban forgó épület együttes, amiről én beszéltem, az a Bocskai utca 5-ös és 7-es szám. Ez egy májusi lakógyűlésnek az eredménye volt, hogy ott nem sikerült konkrétan a hulladéktemetőnek, hulladék konkrét konténernek a létrehozásáról beszélnünk. Nyilván itt ez volt a fő kardinális kérdés. Természetesen a térfigyelő kamera, ez egy nagyon korszerű és nagyon jó megoldás. Én azt gondolom, hogy azért ettől függetlenül egy kandeláber, ahogy én hívom, tehát egy olyan jellegű villanykihelyezés a lovaszobor környékére, ami biztosítaná az átvilágítását a körzetnek, annak a kuructéri kis területnek, azt gondolom, nem biztos, hogy hátrány lenne. Csodálatos dolog a térfigyelő kamera, de az önmagában véleményem szerint azért nem biztos, hogy elegendő. Nagyon sokat járok én magam is, és nagyon sokan munkából éjszaka, és nagyon sok panasz érkezett azért arra, hogy sajnos a járőrszolgálatok, és ismételten nem szeretnék senkit sem minősíteni és bántani, egy picit, mintha háttérbe szorultak volna az éjszaka folyamán. Ez főleg az évfél, illetve a hajnali 2 óra időszakára kellene, hogy tevődjön, hiszen akkor vannak azért olyan jellemzően kellemetlen cselekmények, amit jó magam is voltam, sajnos, hogy szembesültem vele, és nem biztos, hogy olykor-olykor nem lenne szerencsés egy járőrszolgálatot megindítani a városban, illetve főleg ott a MÁV székház környékén. És lassan látom, elfogy az időm, úgyhogy talán a gondolataim zárásaként egy rendhagyó mondattal szeretném befejezni, és megköszönni. Egyúttal, hogy bemutatkozhattam képviselőjelöltársamnak és minden egyes képviselőjelöltnek további jó munkát, sok sikert és nagyon-nagyon-nagyon jó szereplést erre az utolsó hajrára. Tegnap volt az idősek világnapja. Egyúttal minden kedves idős hölgynek, úrnak, nagymamának nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok boldogságot, csodálatot és tiszteletet szeretnék kívánni személyes érintettségem okán is. Egyúttal nekünk is, fiataloknak, mert mi általuk vagyunk, és
tisztelettel és nagy szeretettel kérem Önöket, ha és amennyiben kettőnk közül bármelyikünket választják, én nem mondom most konkrétan, hogy engem, akkor én szívemből ígérem, hogy amit megtettem eddig önkéntes alapon, hivatalosan megteszem, ha pedig a képviselőjelölt úrra esik a választás. Köszönöm. Segíteni fogom a munkáját. Elfogyott az idő. Köszönöm. Sajnálom, de a számláló kegyetlen és mutatja, hogy lejárt az időt. Nagyon szépen köszönöm a bemutatkozását. Vince Attila Fidesz-KDNP képviselőjelöltje még rendelkezik 3 perc 37 másodperccel. Kérem, folytassa a programját. Köszönöm szépen. Én gyakorlatias ember vagyok. Keveset beszélek, sokat dolgozom. Általában ezt vallom mindig. A csapadékvízrendszerről még nem beszéltünk. A 7-es száma választókerület, hál' Istennek, nem olyan kardinális kérdés a csapadékvíz. Két helyen volt kulcs probléma eddig, ez a Mátyás téri üzletsor előtti szakasz, illetve a Kárpát utca szakasza. Mind a kettőt úgy gondolom, hogy tisztességes munkával elvégeztük, köszönhetően a lakóknak a konstruktív hozzáállásának, hiszen 50-50%-os projekt volt ugyanez. Az utolsó, amit gondoltam elmondani, az a parkolók, járdák építése. Nagyon sok problémát okozott, ugye megválasztásunk idején rögtön mi voltunk az elsők, akik eltörölték a fizetős parkolót Kiskuhalason, cserébe ez a 2 órás megálló táblát helyeztük ki, ez beváltotta hozzáfűzött reményeket, hiszen felélénkült a belvárosi rész, az üzletek több adót tudnak fizetni, hiszen piacképesebb lett a pozíciójuk. Ezért azt terveztük, hogy több parkolót építünk. Én úgy gondolom, hogy részben sikerült megépíteni ezeket a parkolókat, és használják is a lakók, kevesebb most már a büntetés, az őrterületek felszabadultak. A programra rátérve, én úgy gondolom, hogy folytatni kell minden olyan pályázatot, amit elkezdtünk itt a körzetben, akár a térfigyelő kameráknak a bővítését, akár a parkolók építését, köves út építést, és majd itt rá fogok térni mindjárt, akár az ártárolók építését. De a kulcs momentum a társasházak, mivel sajátossága a körzetnek, hogy sok társasház van, az energetikai korszerűsítése. Itt a lakók nem képesek arra egy személyben, hogy ezt a hatalmas összeget ők átvállalják, ezért figyelnünk kell a következő 5 évben, vagy az adott képviselőnek, akit megválasztanak, hogy lesz-e országos pályázat erre kiírva, és így összevonva a 3-at, városi támogatás, önkormányzati, tehát az önkormányzati támogatás, a lakóknak a támogatása a közös költségekből, illetve a pályázati pénzből el lehet kezdeni úgy, ahogy a 10 emeletesnél megcsinálták nagyon szépen. Én ezt gondolom, hogy ez egy kulcs a folytatást illetően. Hoztam egy tervrajzot, amit szeretnék önöknek megmutatni. Ez a képviselőjelölt asszony, amit mondott a távfő előtti útszakasznak a komplett terve. Ez elkészült az idei évben. Én nagyon büszke vagyok erre, hogy ezt meg lehetett oldani. 82 parkoló van rajta. A óvodának a gazdasági bejáratnak a komplex átépítése, teljes vízelvezető rendszer átépítése és új aszfaltborítást próbáltunk ebbe beleiktatni. Én nem ígérem, hogy ez egy év alatt elkészül, de hogy szakaszosan el lehet készíteni a ciklus végére, én úgy gondolom, hogy ezért mindent el kell követni annak a képviselőnek, aki ennek a körzetnek a képviselője lesz. Zárásként, tisztelt választópolgárok, arra kérem önöket, hogy szavazataikkal 13-án támogassák Fülöp Róbert polgármester urat, hiszen nagyon jó munkakapcsolatot ápoltam vele, én fölnézek fiatalkora ellenére rá, nagyon jó vezetőtípus, igazi városépítő. Szavazzanak a Fidesz-KDNP megyei listájára, és hogyha elnyerte tetszésüket az 5 éves munkám, akkor kérem, hogy szavazzanak rám. Én köszönettel és bizalommal leszek ugyanúgy önök irányába, és talán egy idézettel búcsúznék én is, ha megengedik. Jó tanárom indított útjára, úgy tanuljál, úgy dolgozzál, ha nem leszel, hiányozzál. Isten áldja önöket, hajrá Kiskuhalas! Köszönöm szépen, még maradt 8 másodperc, de tekinthetem ezt végszónak. Nagyon szépen köszönöm a jelölteknek, hogy bemutatkoztak és elmondták programjukat. Köszönöm, hogy itt voltak. Kedves nézőink, választási műsorunk, mint ahogy az adás elején jeleztem, pénteken folytatódik, majd akkor a 8-as választókerület képviselő jelöltjeit fogadja itt a stúdióban Jáger Levente kollégám 19:30-tól, tervek szerint fél órában. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!